Köszöntöm nézőinket, Önök a Székely magazint látják, Dobos Rita vagyok. Mutatom, mivel készültünk a mai műsorban. Isten segítsi búcsú, Csátalján őrzik a hagyományokat. Örömét leli a munkában, Bogos Jeromos legkedvesebb időtöltése a fafaragás. Egyházi szolgálat és hagyományőrzés, Aparhant plébánosa a térség néptánc csoportjának is tagja. Népviseletben fogadták az érdeklődőket a 14. Székely búcsún a Csátaljai Művelődési Ház udvarán. A Szűz Mária születésnapjához kapcsolódó eseményt minden évben szeptember 2. hétvégéjén szervezi a Csátaljai Székelyek baráti köre. A Székely búcsún hagyományos bukovinai táncokkal és népdalokkal várták a vendégeket. Szeptember 10-én vasárnap népviseletbe öltözött asszonyok gyülekeztek a helyi művelődési házban Csátalján, Szűz Mária születésének ünnepe alkalmából. A hagyományos székely búcsút minden évben megrendezi a Csátaljai Székelyek baráti köre, amelyeknek a célja, hogy ápolja és megőrizze az 1946-ban betelepített bukovinai családok közösségét és hagyományait. Nyilatkozta stábunknak Kovács Antal, a község polgármestere. Azt hiszem, hogy amikor a bukovinai székelyek ide jöttek, hozták magukkal ezt a hagyományt, ő nekik ezen a napon volt a búcsú, ott kint Isten segítsen, és a hagyományt őrizni az mindig nagyon szép dolog egy falu életében, és hál' Istennek felelevenítették a székelyek baráti köre, és elég régóta már megrendezik minden szeptember 2. hétvégéjén. A programon a búcsúi szentmise után hagyományos bukovinai táncokat, népdalokat és verseket is előadtak a fellépők, majd a művelődési házban kihelyezett tradicionális tárgyakat is bemutatták. A rendezvény minden évben népszerű, és általában nem csak a helyiek vesznek rajta részt. Hát elég nagy, mert nem csak a falubeli bukovinai székelyek jönnek össze ilyenkor, Garáról, Vaskútról, ugye szomszéd községekből is, és Dunántúlról sokan szoktak jönni, sőt most van erdélyi vendégünk is, szokott majdnem minden évben jönni, segít nekünk. Volt már olyan, aki Ausztráliából jött haza, nem erre a rendezvényre természetesen, de itthon volt, akkor eljött, meg ha jól emlékszem, Svédországból is jöttek már. Milyen programok vannak a mai nap folyamán? Ma reggel 9 órakor kezdődött az ünnepi szentmise, búcsúi szentmise. Úgy volt, hogy 10 órakor kiállítás megnyitó, de egy kicsit nem olyan a kiállításunk most, mint máskor szokott lenni, úgyhogy ezt majd a hagyományőrző műsor után mondjuk el. És vége lett volna a kiállításnak, mindegy, az időpont a lényeg, hogy 11 órakor kezdünk hagyományőrző műsorral. Vendégeink a Garai asszonyok, ők fognak népdalokat énekelni, Kosnás Árpád párjával meg a kislányával, és a mieink a népdalkör, az Istenünkli tánccsoport, és lesz egy mesemondónk is. A Covid óta a látogatók és a résztvevők száma azonban jelentősen lecsökkent. Népszerű. Most már a vírus óta azért lecsökkent a létszám rendesen. 135, 100, 145, így maximum. Tavaly is azt hiszem 135-en voltunk. Most ott vagyunk a 140-nél, vagy 45-nél, nem tudom pontosan. Most, hogyha azt mondom, hogy egy 2 méteres asztalhoz 3 széket ültetek most, és, tehát egyik oldalára, és eredetileg meg a 4, meg még akkor még hátul még kis asztal betéve, sokan szoktunk lenni, 180 körül, 180-on fölül voltunk az első 2-3 évben. Most már sokan elmentek az idősek közül, meg hát drága a benzin. A 17 éve aktívan tevékenykedő civil szervezet mellett népdalköre és tánccsoportja is van a településnek, azonban a létszám egyre csökken, mivel az idősebb korosztályból már kevesen élnek, mondta el Nászainé Farkas Franciska, a szervezet vezetője. Hát most már elég kevesen. Amikor megalakult a Székelykör 2006-ban, akkor olyan 560 körül voltunk, akik származás, tehát nem onnan jöttek, már itt születtek, második, harmadik lemenőkig számoltam, most már szerintem a fele körül. Sokan elhaltak az idősek, hát aki Bukovinában született, abból nagyon kevés van, talán a tizet nem éri el.
A vezető hozzátette. Nagyon nehéz manapság olyan fiatalokat találni, akik szívesen vesznek részt a hagyományőrző programokon, ezért nem volt folyamatos utánpótlása a taguknak. A népdalkörben kezdetekben 36 főt számoltak, mára már csak 14 aktív tagja van a csoportnak. A létszám csökkenése ellenére azonban szeretnék fenntartani a tradíciókat, és arra biztatják a fiatalabb generációt, hogy jelentkezzenek a közösségbe. Nem lehet senkit lasszóval megfogni, hogy jöjjön oda. És ugyanez van a tánccsoporttal is. Kiment már egy rend, mondjam így, fiatalból. 2007-ben kezdtük a néptáncoktatást, előtte Csátalján nem volt táncoktatás. És akkor azóta, az alatt, az idő alatt, ami most eltelt, azért hát 100-nál több szerintem, aki jött-ment, visszajött, elment, megmaradt. Most csak 16-an, 15-en vagyunk, 15 táncos van, és akkor a táncoktatónk az Bajáról jár ki. Ez a harmadik táncoktatónk, ő a harmadik. Kosnás Árpád, aki most fog táncolni a családjával, ő volt az első. Azt hiszem 6 évig, vagy 7 évig táncolt velünk. Utána Herceg Gábor oktatott, aki Kalocsáról járt. Az Árpi az Dunántúról jön. És most a bajai fiatal pár, aki oktatja. Polyák Imre korábban 10 évig táncolt a Néptánc Egyesületben. Ez idő alatt pedig számos szép emlékkel gazdagodott. Rengeteg jó, meg szép emlékem van. A nyári tánctáborok, a heti próbák, amikor felépni mentünk, ugye voltunk Erdélyben is, voltunk Bukovinában. Azért ezek így összekovácsoltak minket, mint csapat, de maga a tánc szeretete is így megmaradt azóta is. A fiatal úgy nyilatkozott, annak ellenére, hogy már nem tagja a társaságnak, szívesen látogat haza a kulturális programokra, mert fontos számára a hagyományőrzés. Nagyon fontosnak tartom, és nem csak a táncot, hanem a hagyományőrzésnek a különböző formáit. Például van egy ismerősöm, egy srác, aki például ruhákat tervez, és ő ebben találta meg így a hagyományőrzésnek a formáját. Mondjuk táncol is még, de én fontosnak tartom, főleg azért, hogy ne felejtsük el így a hagyományainkat, az értékeket, amikkel felnőttünk. És te hogyan tudod egyébként ezt a mindennapjaidba beiktatni? Én már nem táncolok egy ideje, de például még a népzenét mondjuk szoktam hallgatni, ami nem tudom, hogy mennyire őrzés, mert ugye én már nem viszem így tovább, de hogy így próbálom azért így a mindennapjaimba beiktatni. A szervezet továbbra is szeretné megrendezni az eseményt. Októberben pedig Szüreti Bárra várják majd a vendégeket Csátalján. Bogos Jeromos fafaragó mindössze 5 éve talált rá legkedvesebb elfoglaltságára, a fafaragásra, de azóta is töretlen lelkesedéssel és örömmel készíti képeit. Falujában, Cikón, a székely kapu felújításában, átfaragásában is részt vett, októberben pedig kiállításon is láthatjuk munkáit. A fafaragót otthonában kerestük fel. Megmondom magának, hogy egy 2 órás munka után ez az ujjam, ugye úgy görbítem vissza, még egy kis oda van. De hát ennyit megér ez a szenvedés. Ezek szép dolgok is. Minden pénzt magadnak érte, hogy ez menjen még nagyon sokáig. Remélem, tudom is majd csinálni. Ráérünk, nem kell sietni. És ez így lesz szép ez a dolog. Én elég heves vérmérsékletű vagyok, ami nem tetszik, azt megmondom.
és nem mindent tudok elfogadni, de alapjában véve a türelem is megvan bennem, mert ehhez nagyon sok türelem kell. De hát ez ezzel jár, ezt mindenki tudja, aki a fával foglalkozik. Nagyon jó, nagyon szeretem. És úgy vagyok vele, hogyha valaki csinál valamit, azt szeretettel csinálja, általában abból jó dolog sül ki. Bogos Jeromos fafaragó körültekintő és aprólékos munkával készíti el alkotásait. Gondosan kiválasztott és előkészített fára dolgozik, a kép másolását indigóval végzi. Szikét használ, és ha kész a minta, lefesti és finoman újra csiszolja a fát. A mélységeket egy vagy több réteg festéssel is hangsúlyozza. Műhelye Cikói otthonában áll. A települést a környék egyik legszebb falujának tartja, ahová nagyszülei még betelepülőként kerültek, ő azonban mára tőzsgyökeresnek vallja magát. Gyermekkorára szívesen emlékszik vissza, ám akkor kapcsolata a fával még nem volt, ha csak nem a fára mászás, ahogyan nevetve mesélte, amikor otthonában felkerestük. Fa ismerete az később kezdődött egy szükség miatt. Én sokat dolgoztam Németországban, 15 évet, és egy küszöböt kellett volna nekem megcsináljon egy asztalos, és azt mondtam, mire hazajössz, legközelebb meg lesz. Hazajöttem, nem volt meg. Egy hónap múlva megint hazajöttem, még mindig nem volt meg, és akkor gondoltam, nincs mit várni, nekiálltam és megcsináltam én. Sokáig tartott, 2 napig, de megcsináltam azt a küszöböt. Ez volt az első olyan fa, amit én csináltam. Egyszer egy előadáson valahogy 2 faragó mellé kerültem, fafaragó mellé, én akkor még nem tudtam. És annyira beszélgettek ott a fáról, meg a mit tudom én, minden faragásról, hogy nem értettem az előadást. És mondtam nekik, hogy hallgassatok már, mit vagytok úgy oda, megmérgelődök, én is csinálok olyat. Aztán azt mondta az egyik, na azt majd meglátjuk. És akkor elhatároztam, hogy csinálok valamit én is. Volt egy kockafám, abból csináltam a postaládámnak az alját, és elvittem, Szemcsuk Pistát biztos ismerik, neves fafaragó, Bonyhádon él, és neki megmutattam, és megdicsért, és olyan jól esett, hogy úgy kedvet kaptam hozzá, akkor nekiálltam a postaládát is, mert volt egy bádok postaládám, de hát akkor már legyen egy rendes postaláda. És így kezdődött nekem ez a fa dolog, a faragás. A fafaragó eredeti szakmája mezőgazdasági növénytermesztő. Dolgozott a TS-ben, majd toronydarú kezelőként az építőiparban és külföldön húsüzemben is. Akkor még talán nem is sejtette, németországi utazásai is a fafaragáshoz vezetik majd. Németországi éveim során sokfele jártam, és láttam ezeket a nagyon szép német balkonokat. És akkor én eltökéltem, hogy nekem is lesz ilyen. És az én tudásom alapján megcsináltam ezeket a balkonokat, és élmény volt, komolyan mondom, és ekkor, igazán ekkor fogott meg a fa engem. Ezek után már nem volt megállás. Házszámtáblák, kopjafák, balkonok, székelykapu és végül az egyedi alkotások, a képek következtek. Általában hársfával és tölggyel dolgozik. Hidasi és ófalui fafaragó és asztalos barátai, és a már említett Szemcsuk István fafaragó is segítségére van, ha az anyag előkészítéséről vagy szaktanácsról van szó. Ihletért pedig szívesen utazik Erdélybe. Én a faragást nem tanultam. Amit tanultam a Szemcsuk Pistától, már eleinte mindent megmutattam neki, és akkor ő kezdte mondani, hogy jó, szép, de ezt még így, meg úgy, meg... És akkor az ember így a hallottak alapján tapasztalatot szerez, ugye. Megtanulja, hogy mik a fontos részek, miknek kell úgy lenni, ahogy kell. És amikor tényleg én is úgy láttam már, hogy na, ez nekem is tetszik. Akkor ugye ez megfogja az embert. Nincs mese, nekem ez a legjobb időtöltésem. Erdélybe járok, és akkor ott látok valamit, olyanokat láttam tényleg, hogy szemem számálakat, és csak néztem, és valahogy próbáltam, csináltam fényképeket róla, kinagyítottuk,
és már is csinálom ezeket a képeket. Október 7-én a Kismányoki Székelyházban közös kiállítása nyílik Kollár Mártonnéval, ám ennek ellenére Bogos Jeromos szerényen jegyzi meg, ő nem ismert fafaragó, mindezt hobbiként csinálja, és szerinte egy nyugdíjasnak ez a legjobb szabadidő eltöltés, különösen télen, amikor már nincs kerti és ház körüli munka. Persze, megérkezés is ez valamihez, ami örömet szerez számára. A fa egy olyan különleges anyag, ami nagyon-nagyon időtálló, ha jól lekezelik, és olyan természetes, nincs az a műdolog benne. Megfogott, egy nagyon jó időtöltésnek tartom én, mindenki más szeret, de én ebbe találom meg az örömömet. Szerencsémre mondhatom most már, hogy oda kerültem a két faragó mellé, mert nem valószínű, hogy én ezt úgy magamtól elkaptam volna ezt a dolgot. Csak egyfajta méreg volt bennem akkor, és ha én azt mondtam, hogy én is csinálok, akkor már muszáj volt nekifogni. És így jött ez, mert megtetszett ez, hogy mondjam, olyan jól sikerült, és ez hozta meg bennem ezt a vágyat. A szembeszomszédok látják, hogy még egy órakor is ég a garázsba a villany, mert csinálom. Ez egyfajta szerelem a fával, hogy úgy mondjam. Pap és néptáncos, Barta Zsolt, a Parhant plébánosa, lelkipásztori feladatai mellett a közösség életében is tevékenyen részt vesz. Zsolt atya a Hőgyészi Székelykör Bokréta néptánc csoportjának tagjaként a hagyományok és népi értékek megőrzésén is fáradozik, és ha teheti, nem csak a próbákon, de a táncházakon is szívesen részt vesz. A Parhanton és a környező településeken a Pécsi Egyházmegye plébánosaként teljesít szolgálatot Barta Zsolt. Papként nem csak lelki útmutatást ad, de a népi hagyományok ápolásában is példát mutat közössége szűkebb pátriárkája számára. Nagyszülei aktív hitéletet éltek, és ez a vallásos légkör, valamint szülei, nagyszülei kapcsolata a néptánccal már gyermekkorában megérintette Zsolt atyát. Nagyon sokat köszönhetek szüleimnek, nagyszüleimnek, hisz a hitvilágába ő vezettek be. Az ősök anyai ágon székelyek, apai ágon fölvidékiek, és mind a két világban jelen volt a hit világa, amit magamba tudtam szívni. Aparhanton laknak az anyai ág nagyszüleim, ahol most plébános is vagyok. És ott volt egy példaképem, 90-es évek elején már meghalt Sebestyén András atya. Az ő hitvilága, az ő egyházhoz való hozzáállása, emberekhez való viszonya is nagyban segített abban, hogy most, mint plébános beszélgetünk. Az ember kell maradjon. Tehát függetlenül attól, hogy mit vállal, milyen hivatást vállal, vagy milyen tisztséget vállal, tehát az emberségét kell belevigye, beleemelje. És akkor úgy gondolom, hogy meg tudjuk találni azt a közös pontot, ami ebben segít. Barta Zsoltot 2007-ben szentelték pappá, Szakcson, majd hosszú hetényben teljesített szolgálatot. Amellett, hogy lelkipásztorként legfőbb feladata, hivatása, a szentségek kiszolgáltatása és a lelki útmutatás, mégis mindig igyekszik saját maga és közössége számára is élhető, megélhető hétköznapokat kialakítani. Arról is kérdeztem, vajon közösségi ember napjainkban egy pap? Az is kell legyen, imádságnak az embere is kell legyen, az egyházhoz tartozónak is kell vallja magát, hisz őt képviseli,
Szóval elég színes világ, igen. Először meg kell szokják a papot, emberségében, temperamentumában, hozzáállásában, de úgy gondolom, hogy az emberek hajlandók erre. Székely gyökereit, az erdélyi kultúra kincseit gyerekkorában ismerte meg. Édesanyám és apai ágon nagymamám ő táncolt. Mivel, hogy ugye kisgyerek voltam, ezért meg kellett oldani az őrzésvédést, ezért elvittek magukkal tánc próbákra, és ott az a világ nagyon tetszett. Még az is öröm volt, ugye, hogy abban a korban, abban az időben fel tudtam építeni, illetve tudott adni magának egy táncsoport táncost is, és zenést is, úgyhogy mindig zenekarra próbáltak, és ez engem elvarázsolt. Zsolt atya jelenleg is a Hőgyészi Székelykör Bokréta néptánc csoportjának tagja, és igyekszik hivatását és szabadidejét összehangolni. Elsősorban a feladataimat teljesítenem kell, tehát azt nem tologathatom meg, nem hagyhatom el. Az az első is, ahogy ez alakul, úgy alakul a táncos világ is. Amikor van időm, csak akkor tudok elmenni próbálni. Most is lennének fölépések, de nem tudom vállalni, mivel ugye a hivatás az köt, és az az első, de amikor tehetem, akkor jelen vagyok a közösségben, csapatban. Természetesen arra is kíváncsi voltam, vajon hogyan fogadta a néptánc csoport az egyház emberét. Akkor volt a nehézség szerintem a tánc csoport tagjai között, amikor ugye jön egy új táncos, és akkor azért bemutatják, tehát én nem tagadtam le azt, hogy pap vagyok. Tehát ezzel kellett a csoport valahogy küzdjön, de nem okozott szerintem olyan nagy küzdelmet nekik. Barta Zsolt 2018-ban táncos párjával, Csöglei Gabriellával Sebestyén Bada Ferenc díjat kapott, 2019-ben pedig Miklós Klementina párjaként Fülöp Ferenc díjjal ismerték el hagyományhű, hiteles előadásmódját. A hagyományunkat megpróbáljuk fönntartani, életben tartani, és egyrészt át is adni, és ehhez adódott ilyen alkalom, hogy megmutassuk magunkat. Tehát vannak csoportos díjaink is, van szólótáncbeli díjak is, de én úgy vettem, én mindig a Hőgyészi Székely Bokréta Néptánc csoport színeiben mozgok, tehát nem magam kettelése szerint, hanem én tartozok valahová, őket nagyon szeretem, sokat is köszönhetek nekik, és az ő színeikbe történt a megmérettetés. Kérdésemre azt is elmondta, igenis egy pap is táncolhat, sőt, szívesen részt vesz a próbákon kívül rendezett, csupán a tánc a közösségi együttlét öröméért szervezett táncházakon is. És hogy a néptánc és mindaz az öröm és felszabadultság, amelyet eközben megél, mennyire szívéből jön, azt hiszem, a felvételt nézve nem is kérdéses.
Mára megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!